Na, sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval. Ebben a videóban pedig nem más fogunk csinálni, mint a Blackcrafton Skype PvP-zni, azaz a Mineside-on a Skype PvP szerveren fogunk játszani, azaz a Blackcrafton. A sorozatnak pedig az lesz a lényege, ugye mint a régi sorozataimat abba hagytam ilyen Skype PvP-seket, viszont ezt szeretném itt folytatni, úgyhogy ez arról fog igazából szólni, hogy szépen összeszedegetjük a cuccokat, megmutogatom nektek, hogy hogy és mint lehet szerezni, és hogy lehettek legeredményesebbek a szerveren. Oké. Leírtam egy kit kezdőt. A semmiért igazából. Ezt ki is törlöm. Tehát az első dolgotok a szerveren, hogy feljöttök, play.myside.hu 1.8-1.12-ig fel lehet szépen jönni. Ez pedig a Skype PvP szerver. És a Skymin-en is fogunk játszani, a Highgaming-en és mindenen szerveren fogok adni tippet. Hogyha tetszik ez az ötlet, akkor már is dobhatsz egy lájkot erre a videóra és fel is iratkozhatsz. Na kezdjük. Az első dolgotok az az, hogy kinyissátok itt a kezdő ládát és kiveszitek belőle a három random ládát, a három mentőrút ládát, a szettet, a kardot, a potikat és az OP almát. Majd ezt követően kinyitjátok a három mentőrút ládát, amiből vagy lesz valami, vagy nem. Most például nem jutottunk semmit. Másodjára. Másodjára sem jutottunk semmit. Na majd harmadjára valamit kinyitunk talán. És semmi. De jó. Oké, jöhet a három random láda. Gyerünk már, gyerünk. Valami jót. Ne kenyeret. Nem jó. Valami erőkettőt légy szíves. Vagy egy tornadrág is, az is jó. Ez se jó. Ebben nagyon sok cucc van egyébként, srácok. A legjobb az erőkettő. Rott 12-es melvért. Jó, ezeket én ki is dobálom, ami felesleges. Jó! Akkor felveszük a szettet, amit alapból kaptunk. Ezeket viszont eldobálom, mert semmi értelme nincs. Jó. Spawnon található egy láda, amiben van három darab alapláda kulcs. Az alapládát, ez az alapláda, és így lehet kinyitni. Ó, kaptunk. Kaptunk két darab mentőrudat, és egy varázs csizmát, amit már ki is cserélek. A másik csizmát meg ide rakom raktárra. Oké. A következő teendő dolog, ami előre segít titeket ahhoz, hogy minél gyorsabban, minél jobb cuccokat szerezzetek, az, hogy szerzetek Ender Pearl-t, vagy szereztek Ender Pearl-t, ami itt van ezen a sárkányos szigeten, itt lejöttök, és szedtek dögivel, majd ki Ender Pearl-öztök. Ó, nem így gondoltam. Akkor elszpawnoltok. Jó. A következő dolog, amit tennetek kell ahhoz, hogy minél gyorsabban jobb cuccokat szerezzetek, az, hogy arra a szigetre átmentek, ott. Erre. Igen. Hogy nem erre. Nem tudom. Most gondolkodok egy kicsit. De itt erre a szigetre idejöttök. Itt pont a sárkányos sziget mellett. És itt lejöttök. Ide. Itt ugye nem látni semmit, mi? Ugye? Lejöttök ebbe a lávába. Persze az ópia már tegyétek be. Jaj, hát nem itt. Az emlékezetem nem jó. Úgy tűnik, hogy nem itt van. Vagy innen kiszedtem? Ja, aha. Nem baj, legalább nem oktatófilmnek tűnik az egész, hanem... Én is ugyanannyira. Nem tudom. Azon a szigeten van a PvP. City-n, úgy hívják, hogy PvP City, ez egy nagy sziget összeállítás, azon vannak fullos szettek, amiket így meg kéne szerezni. Ott a PvP City, látjátok már ezt a hatalmas szigetet. Oda szépen el kéne ugrálni. Mindjárt ott is vagyunk, lerövidítjük az utat, persze Ender Pearl-le. Oké, benne is vagyunk. És ahogy beértetek, itt egy ilyen gyémántos útszakasz. És tadaaa! Szövi! Jó, köszi.
És itt már szedhetitek is ki a jobbnál jobb cuccokat, Prot 11. Ó, itt el van rontva egy tábla, azt figyeljétek. Nem is tudtam. Oké, ezt így kijavítottuk. GM 0. Oké. És szedjük is ki itt a cuccokat. Innen szoktak egyébként már a ismertebb játékosok is szedni a cuccokat, úgyhogy itt szoktak általában emberek lenni. Mesleg itt van egy élesség 11-es kard is, amit egyből kiszedhettek, akár többet is. Itt van OP alma, itt van Speed 2 és erőpoti. Na meg egy szemetes, vagy szettes. Szemetes, szettes, á mindegy. Majd hogyha ezen a PvP szigeten vagytok, és azt szeretnétek, hogy nem szeretnétek igazából drágán ripirallozni, akkor az egyik háznak az oldalába itt van egy olcsó ripirall. És így hirtelen nem tudom, hogy melyiknél. Na mindegy, ezen a szigeten van egy olcsóbb ripirall, meg kell találni, és akkor igazából ennyi a lényeg. Na meg amúgy, és maradt kulcs. A kulcsokat és az alkénokat mindig szedjétek ki, meg a smaragdokat, mert ezeket spawnon be tudjátok váltani, meg ilyenek. Na, akkor elmenjünk ide a fás szigetre. A következő cucc, amit meg fogunk szerezni, az nem más lesz, mint, hát lehet, hogy kicsit el kell gondolkozok rajta. Ugye az új kaktusz szigeten is vannak jó cuccok, egy nagyon jó kardot lehet ott találni. Fáraó kardját, egy ilyen piramisos sziget. Oda pedig nem máshogy kell eljutni, viszont oda nehéz eljutni. De megpróbálunk, és ha elsőre nem sikerül, akkor folytatjuk, mert ez mégiscsak egy videó, nem egy live. Oké, látjátok azt a sárkányos szigetet. Elsőnek felendörpörlözünk erre a hegyre. Oké. Ezzel meg vagyunk. Majd a sárkánynak a lángjára, mert csak oda lehet enderpörlözni. Oké. És tök szerencsés dolgunk van, mert nincs itt senki. Beiszok egy Speed 2-t. Oké. És megpróbáljuk kivinni. Tök jó, mert nincs itt most senki. Ó. Áj, hát vissza bekkelek igazából. Vagy hó? Igazából oda kell eljumpolni arra a piramisos szigetre. Csak nem Speed 2-vel. Megmutatom nektek Fly-jal mi található ott. És akkor eldöntitek, hogy kivisztitek ezt az akadálypályát, avagy sem. Itt be kell jönni ezen a kis résen. És itt van egy láda, amiben van fáraó kardja, két darab gyémánt, és ennyi mentőrúd. Na most, a mentőrudak az egy másik érdekes dolog. A mentőrudakat ládákba lehet találni. A legközelebbi mentőrud, amit tudtok szerezni, az itt van ezen a szigeten. Kezdő szigetről idejöttök, ebbe a toronyba leugratok, előre jöttök. Itt nothing van. Viszont itt már is 4 darab mentőruddal lesztek gazdagabbak, és egy erő 2-vel. Oké. Vegyük be az aranyalmánkat. És enderpörlözünk vissza. Jaj, hol vagyok? Na mindegy. Oké. A kulcsokat, azokat a ládáknál lehet felhasználni itt a spawnon. Igazából egy... Na. Ez nem smaragd. A táskád tele van. Ja. Bocsi. Ó, mentőrúd. És egy... Mágusok éles pengéje. Wow. Sokkal jobb kard, mint az enyém. Mutatok nektek még egy jó kezdéshez jó kardot, ami nagyon közel van. Tehát most azokat a cuccokat mutatom meg, amik közel vannak, és könnyű megszerezni őket. Az itt van oldalt, ennél a fánál. Itt rá kell ugrani erre a fára. Nem erre a fára. Nem erre a fára. Másikra. Arra a fára. Jaj, mert tök ugyanúgy néznek ki. Jó van már. Ide. Innen arra kell ugrani, bár béna vagyok. Vészem a Speed Potion-t. Ide felugrálok. Oké.
És itt van Rainbow Card, tökre ingyen. Ezzel tök jól el lehet kezdeni már fightingolni. A következő cucc az nem más, igazából ezekben a ládákban még semmi nincsen szerintem, mert ezek még új szigetek, mert hogy új emelet meg stb. Úgyhogy itt nem kell keresgélni különösebben cuccokat. Viszont még egy utolsót mutatok nektek, az pedig nem más lesz, mint egy... elég jó cucc. Úgyhogy, de kicsit nehéz megszerezni. Vagy hát nem nehéz, csak Ender Pearl-re van szükségünk, abból meg van dögivel. Úgyhogy meg is mutatom, hogy merre van ez a cucc. Ezt szerintem sokan nem tudják, hogy hol van. Oké. Egy bányász szigetet kell keresni, amin egy gödör van. Magyarul egy fúró. Fúrós gödör. Fúrós gödör. Ami most pontosan nem tudom, hogy hol van. De megtaláljuk közösen. Oké. Nem erre van. Nem is ott, nem is itt. Egy torony van rajta, onnan lehet felismerni. Most így hirtelen nem vág ez, hogy merre. Ott van! Ezen a szigeten, ez a tornyos sziget. Igazából csak a spawnon át kellett volna itt jönnöm, ide, ahol a sárkányos sziget van, majd elfordulunk balra. És itt lesz ez a bizonyos sziget. Na most! Jöjjünk át egy másik szigetre, mert csak úgy tudunk oda menni. Látjátok azt a kis ablakot? Azt ott, ott a láda. Oda kell enderpörlözni. Itt is volnánk. És próbáld be enderpörlözni magadat majd. Vagy igazából itt... Ja igen, igen, igen. Itt vagy be enderpörlözöd magad átbágoltatva, vagy elkezded ütögetni és jobb klikkelni. Na most ezt nem tudom megcsinálni, mert ugye a saját karakteremmel vagyok. Ezért GM1-be kitöröm azt az üveget. És megmutatom, mi van a ládába. Pontosan? Semmi? Ezért most fogjuk elrejteni! Na! Amik itt cuccokat rejtettünk, azokat berakom az én Ender ládámba. Szépen. Hogy a következő részre már legyen alaptőkénk. Rendben van. Szépen mindent belepakoljunk. Ezt is. Jó. És ebben a ládában, srácok, nem más lesz, mint 5 darab mentőrúd. 1, 2, 3, 4, 5. Egy balta, aminek az lesz a neve, hogy a szerencsések baltája. És az lesz a leírásban, hogy megnézted a videót? Ínyi. És ezen lesz egy enchant sharpness 15 és egy enchant smite 30, enchant fire aspect, azaz tűz, vagy mi szikrából pattant, enchant fire aspect 12 és enchant dura 10. Oké. Ezt a folyatát már ide is helyezem. Így. És még nem csak ez lesz benne, hanem lesz még egy erő 2 is. Gyere vissza. Mindegy. Akkor egy erő 2 is. Oké. Majd ezt lementjük, hogy itt is maradjon. Teach and set forget. Ezt mondjuk. 12 óránként lehet majd kinyitni. És vissza itt zárjuk az üveget. Rendítsek. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok velem. Tartsatok velem a következő videóban is. A következő rész az pedig 220 like-nál jön. Úgyhogy 220 like-ot elérjük a következő részhez, akkor már is mutatom nektek az új cuccokat. És ez most egy easter egg volt, amit így a végén megmutattam, és minden részben elrejtünk egy plusz cuccot, amit csak a videóból fogtok megtudni, mert annyira elreszek rejtve. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok velem, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, szevasztok!